Katona zenekartól volt hangos szerdán a Kossuth tér Nyíregyházán. Csaknem 140 fős, férfiakat, nőket, fiatalokat és középkorúakat magába foglaló kontingens indult el szolgálatot teljesíteni a világ jelenleg is egyik legveszélyesebb országába, Irakba. Őket búcsúztatták ünnepélyes keretek között. Bozsik Gergő 4 éve kezdte el a katonai pályát, iraki misszióját pedig családja is támogatta. Azért választottam ezt a szolgálati formát, mert úgy gondoltam, hogy tanulmányaimhoz leginkább ez illeszkedik. A későbbiekben szeretnék szerződéses vagy hivatásos katonaként szolgálni. Hát ez a misszió, ez év januárjában fogalmazódott meg bennem. Beadtam a pályázatomat, és szerencsére sikeres elbíráláson estem át. Elkezdhetem a felkészítést. A felkészítés első fele kifejezetten az önkénteseknek szólt. A célja az volt, hogy felhozza a szerződéses, illetve hivatásos állományú katonák szintjére, tudás szintjére ugye a mi szintünket. Majd ezután pedig egy század összekovácsoláson vettünk részt, melynek a célja ugye, hogy megtanuljunk együtt dolgozni. Korábban még nem volt példa arra, hogy ennyi tartalékos katona teljesítsen szolgálatot Irakban, most azonban a kontingens nagyjából egyharmada önkéntesekből áll. Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség parancsnok helyettese az elköszönő ünnepségen azt mondta, hatalmas áldozatot hoznak a katonák és családtagjaik is. Hozzátette, a misszióban résztvevőknek a biztonságot kell felügyelniük, emellett részt vesznek az iraki katonák kiképzésében is. A közel-keleti országban ugyanakkor folyamatos bizonytalanság és terror veszély övezi a mindennapokat, ehhez mérten történt a katonák kiválasztása és felkészítése. A tartalékos felkészítése az nagyjából egy jó fél évvel ezelőtt kezdődött, kiválogatással, orvosi vizsgálatokkal, egészségügyi felmérésekkel, fizikai felméréssel, katonaszakmai felméréssel, aminek nagyjából az eredményét itt láthattuk. Nagyjából az állomány, aki jelentkezett, annak egyharmada került végül is kiválogatásra. Ebben a misszióban azért ne felejtsük el, hogy Irakba készülnek, és ide tényleg csak a legkiválóbbak mehetnek. Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arról beszélt, Magyarország továbbra is kiáll korábbi álláspontja mellett, miszerint az illegális migráció problémáját a kiinduló országban kell kezelni. Irak is egyike azoknak az országoknak, ahonnan évek óta tömegesen érkeznek a bevándorlók Európába. A magyar katonák ugyanúgy, ahogy a koalíciós erők is, a békét biztosítani, tehát részt venni azoknak a körülményeknek az elhárításába, ami miatt a migránsok és amiatt az ottani emberek útra kelnek, hogy egyébként életüket is veszélyeztetve eljussanak valahová nyugatra. Én azt gondolom, hogy az a tisztességes az ott élő népekkel szembe is, hogyha segítünk megteremteni azokat a körülményeket, amik miatt azok az emberek inkább otthon maradnak és otthon boldogulnak. A most elindult honvédek a következő fél évben teljesítenek szolgálatot Irakban.